Sziasztok, én Markó Rebeka vagyok, és elérkeztünk a következő részéhez a halloweeni sorozatomnak, és a mai videóban szerettem volna nektek egy olyan arcfestést hozni, amit ti is könnyen meg tudtok csinálni, mert csak két szín fog hozzá kell lenni, fehér és fekete. Viszont itt még szeretném kiemelni, hogy nagyon szépen köszönöm azoknak a csajoknak, akik megjelöltek a képeken, fantasztikus arcfestéseket csináltatok, és nagyon jól esik, hogy megcsináltátok azt, amit én mutattam nektek, úgyhogy remélem, hogy a mait is meg fogjátok próbálni. Nem ezt az arcfestést szerettem volna, úgy kell elképzelni itt a dolgokat, hogy görgetek Pinteresten, és jobbnál jobb arcfestéseket látok, de egyáltalán nem ezt terveztem, és ma reggel, amikor még utoljára ránéztem, hogy mik vannak, mit lehetne megcsinálni, valahogy nagyon megfogott ez a kinézet. Próbálom nem olyan sokszor ismételni, hogy arcfestés. Úgyhogy most ezt fogom nektek megcsinálni, viszont ebből is két verziót láttam, ami nagyon tetszik, és mivel kontaktlencsém nincsen, ezért a csukott szemes verziót, viszont mindegy, majd menet közben látni fogjátok. Először is azzal fogok kezdeni, hogy a szemöldökömet egy nagyon picit leragasztom a biztonság kedvéért. Nem tudtam teljesen kivenni a képről, hogy le van ragasztva vagy sem, viszont én az enyémet egy kicsit lefogom. Úgyhogy ez lesz az első lépés, és el is kezdem. A múltkori bráccos arcfestés után azt vettem észre, hogy ebből a ragasztóból talán, hogyha kevesebbet használok, akkor kicsit jobban sikerül, úgyhogy most éppen csak átmentem rajta egy nagyon-nagyon picit. Következő lépésnek pedig az egész arcomat le fogom alapozni fehérrel, viszont ez nem vizes bázisú, ez a sima szupracolor, ami olyan állagú, mint egy alapozó körülbelül. A szemem környékét fogom egyedül kihagyni, ami ugye teljesen fekete lesz, viszont a többi részt azt le fogom alapozni, utána pedig lefixálom. Úristen, de jó. Most mondom, hogy a szemem környékét kihagyom. Kicsit belelendültem az alapozásba. Tegnap megpróbáltam ezt egyébként az aquacolorral kamerán kívül megcsinálni, hogy mennyire lehet szépen egyenletesen lefesteni az arcomat vele, viszont nem volt tökéletes, úgyhogy ezért gondoltam, hogy inkább mégis maradok a szupracolornál. És a következő lépés pedig, hogy brutálisan lefixálom az egész arcomat. Várok egy pillanatot, hogy egy kicsit felszívja a púdert maga ez az alap, utána le fogom söpörni egy nagyobb ecsettel, és a következő lépés az már az lesz, hogy a fekete részeket, amik a nagyobb fekete részek, azokat körül fogom rajzolni. Itt van előttem egyébként egy kis tálka, amiben víz van, és kikészítettem már az aquacolort is, feketében természetesen, úgyhogy lesöpröm a felesleget, és közben hoztam ide egy rendes tükröt is, mert úgy érzem, hogy nem lesz elég egy kezem ehhez a művelethez, és ami biztos, hogy a szemöldökömet el szeretném teljesen takarni, most csak egy körülbelüli részt jelölök be, ami biztosan fekete lesz, ami a szemem körül egy karika. Ezt a részt kitöltöm feketével, megpróbálom úgy csinálni, hogy egységes legyen, és hagyom, hogy megszáradjon, és ne legyen csíkos. Írta valaki a komment részlegbe, hogy senkit nem érdekelnek ezek az arcfestések. Szerintetek érdekes egyébként, vagy szeretitek nézni, mert én néha jobban szeretem ezt csinálni, mint a sima sminket, mert szerintem brutális, hogy miket lehet rajzolni arcra, és tényleg én nagyon élvezem csinálni, úgyhogy írjátok már meg, hogy ti is élvezitek-e, vagy csak nekem ilyen izgi. És amit most lefestettem feketével, hagyom, hogy egy picit száradjon, és le fogom fixálni fekete szemhéjfestékkel.
Na, úgy néz ki, hogy a dolgok fixálva vannak, úgyhogy egy fekete szemceruzával még kihúzom a szemem belsejét, a vízvonalamat. Hoznom kellett egy hegyezőt, mert nem férek oda a sarokba. Sokkal jobb. Ezután pedig, hogy ilyen csodálatosan nézek ki, jöhetnek a kis berepedések, lefolyások és ilyen apróságok, amit először egy viszonylag kicsi, azt hiszem ez egy nullás, ez egyébként egy kristál nélszes ecset, szerintem nullás, de nem vagyok benne biztos, és ezt úgy fogom csinálni, hogy kihúzgálok csíkokat azokon a részeken, ahol úgy gondolom, hogy jól fog kinézni. A homlokom fele viszonylag hosszabbakat fogok húzni, oldalra és lefele pedig kisebbeket. Lesz, ami egyenes, lesz, ami kicsit ilyen cikcakos, és utána pedig meg fogom csinálni az érintkezést, hogy ne csak úgy nézzen ki, mint hogy a csíkokat húznék ki belőle, hanem egy ilyen, hogy mondjam, ilyen, nézzétek, ilyen részeket fogok csinálni, hogy tényleg úgy nézzen ki, mint hogyha kihúzódna belőle. Úgyhogy az első lépés, hogy ezt mind a két szememnél megcsinálom. És akkor, hogyha a szemnek ezzel a részével kész vagyunk, látjátok, próbáltam egy kicsit azt a nagyon kör alakot elmozdítani, viszont még így se tökéletes, ugyanazzal az ecsettel, amivel a szememet megcsináltam, itt az éleknél, egy kicsit végigmegyek, hogy ne legyen olyan éles, kis árnyékot is ad a csíkoknak, bent a szemzugomban mindenképpen, itt az orrnyergemnél. És most jön az, hogy teljesen random kis vonalakat fogok húzni, amik még ilyen, még jobban ilyen repedésszerűnek fognak hatni. Pár elágazás. Nem akarok túlozni, úgyhogy nem mondom, hogy hasonló, de volt egy olyan arcfestésem, vagy sminkem pár évvel ezelőtt, ami hasonló volt. Ott is ez volt igazából a tematika, hogy a szemsminkem nagyon fekete, és onnan jöttek ki ilyen kis vonalak, viszont nem ilyen volt azért. Valamiért úgy érzem, hogy szeretnék még ide egy repedést a homlokom közepére, úgyhogy az úgy fog kinézni, hogy fogok festeni ide egy kis félkört, ami így belemegy a hajamba. Tegnap mostam hajat, itt ezt egy kicsit bele is dolgozom, hogy annyira ne lehessen észrevenni. És fekete porral, mármint szemhéjfestékkel, ezt így bevezetem. És ugyanazt fogom megcsinálni, mint a szememnél, csak ezek lefele fognak jönni. Egyébként ez hasonlít valamire, vagy nem tudom, se zombi, se nem tudom mi. De nagyon megtetszett, úgyhogy remélem, hogy nektek is tetszik. Nagyon szeretem ezt csinálni. Kicsit visszajöttem a szememre, és a szempilláimat is fekete szemhéjpúderrel átütögetem. És az orrom meg a szám egy kicsit más tematika lesz. Mi szerint az orromat, az orrjukamat körbe fogom rajzolni. Lehet ennyire nem kellett volna nagy. És innen az orromból fog lefolyni egy fekete valami. Kicsit inkább így kifele. És ez a csík itt bele fog kapcsolódni a számba. Az orromon is átmegyek egy kicsit porral, viszont itt a csöppeken nem, csak magán a folyáson. Ezután jöhet a szám, amit először csak simán, mintha kirúzsoznék feketével körbehúzok, és kitöltöm. És most, hogy megvan a számon is az alap, ebből is jöhetnek a kis lefolyó cseppek, és kis foltok, meg minden hasonló.
mas eu reparei que quando você recebe o amor que é maior que tudo, você esnoba, se retrai, se diz melhor e não quer mais. Eu reparei que quando você recebe o amor que é maior que tudo, você esnoba, se retrai e não quer mais. Egyre jobban tetszik egyébként, ami történik, viszont most már el kell kezdjek lemenni a dekoltázsomra, úgyhogy először is befogom azt is teljesen, meg a nyakamat is egységesen fehérre festeni. Le is hajtottam a felsőmet, hogy kicsit egyszerűbb legyen. Mindenhol ecsetszöszös lettem. Szeretnék egy olyat csinálni, ez már biztos, hogy ami innen jön a számtól, azt le akarom hozni. És lesz egy csepp a végén. Ezt valami kisebben rajzolom meg azért. Valahogy így. És ezután pedig a nyakamtól valahonnan lesz egy csík, azt hiszem. Tudom. Itt lesz egy csík, amit el fogok dolgozni felfele, tehát nem lesz éles vonal, és a nyakamnak ez a része fekete, és onnan fognak lejönni a kis cseppek, vagy valami ilyesmi. Ez pedig, biztosan rájöttetek már, hogy egy ilyen kis betörés lesz, vagy valami ilyesmi, aminek közepét csak egy picit megadom. És talán mást egyébként nem is szeretnék. Ups, valami riaszt. Kezd összeállni, hogy hogy is fog kinézni ez az egész, viszont kamerán kívül gyorsan befejezem a cseppeket, és befejezem a kis elmosásokat, utána pedig az utolsó lépéshez még visszajövök hozzátok. És akkor egy kis változás történt, ami nem más, mint hogy a kezeimet is megcsináltam, legalábbis ezt, a másikra még szükségem lesz, és az utolsó lépés, ami most már tényleg a legvége, az annyi lesz, hogy oldok fel egy kis festéket, és egy játszós fogkefével, ami egyébként a parókáimhoz szokott kelleni, fogok fröcskölni magamra pár ilyen fekete foltot. Gyorsan, mindenem fekete, megcsinálom ezt a kis masszát, bele is mártogatom a fogkefét. Nem elég vizes. És akkor megint riaszt a kocsi, de ettől függetlenül elkészült a végleges look. Megvan a fröcskölés, megvan a kezemen minden, ami kell, úgyhogy gyorsan lövök is egy Insta képet. Az Instámon is megtaláljátok majd, úgyhogy keressétek ott és dobjatok rá egy hatalmas lájkot. Nyitott szemmel se rossz, viszont ennek ugye csukott szemmel kell kiadnia a teljes képet, úgyhogy így néz ki. Készen, remélem, hogy tetszik nektek. Írjátok meg a kommentbe, hogy mit gondoltok róla, és hogyha tetszik, akkor teljesen nyugodtan lehet kommentelni, nagyon szépen megköszönöm, és ezen kívül pedig dobjatok erre a videóra egy lájkot, hogyha tetszett, iratkozzatok fel, ha még nem vagytok, nyomjátok be a kis csengőikont, hogy mindig kapjatok értesítést, hogyha töltöm fel nektek az új videókat, és kövessetek Instán is, hogyha nem tennétek. A következő rész az egy kicsit különlegesebb rész lesz, nem mondom el, hogy miért, de hogyha van tippetek, akkor azt is írjátok meg a komment részlegben. Ezen kívül pedig ígérem, hogy fogok nektek hozni még szebb arcfestést is, viszont ma egy ilyen fekete-fehér dolgot érez. Úgyhogy még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottatok, a következő részben találkozunk, sziasztok!